Sziasztok! Arany János a Fülemine című versét szeretném megosztani veletek. Nagyon szeretem ezt a verset. Gyerekkorom óta remekül lehetett versmondó versenyeken szerepelni vele, de már akkor is éreztem azt az iróniát, és én azt már akkor is nagyon szerettem, amivel a költő dolgozott, alkotott ebben a művében. Bizonyára ti is tudjátok, mert utána néztetek, hogy amikor ezt írta Arany János 1854-ben, akkor kezdtek kialakulni Magyarországon a pártok, és ez egy remek figyelemfelhívás volt a részéről, hogy két vitás fél közül, vagy két ellenfél közül bizony-bizony mindig a harmadik nyer, és egyfajta összefogásra buzdított mindenkit, akkor még a császár ellen, és most ezt a fajta összefogást is tulajdonképpen nagyon időszerűnek találtam. Íme a vers. Arany János, a Fülemine. Hajdanában, amikor még így beszélt a magyar ember, ha per, úgymond, hogy legyen per, ami nem volt éppen oly rég, valahol a Tiszaháton élt egy gazda Pál barátom, s Péter, annak tőszomszédja, róluk szól, e rövid példa. Péter és Pál, tudjuk, nyárban összeférnek a naptárban, könnyű nekik ott szerényen megárulni egy gyékényen. Hanem a mi Péter Pálunk háza körül más találunk. Zenebonát, örök patvart, majd felfordítják az udvart. Rossz szomszédság, török átok, és ők nem igen jó barátok. Ha a Pál kéménye füstöl, Péter attól mindjárt tüszköl. Ellenben a Péter tyúkja, ha kapargál, a szegény Pál háza falát majd kirúgja. Ebből aztán lesz hadd elhad, mely a kert alá is elhad. Ez sem enged, az se hagyja, s a két ház kicsinyen adja, összehorgolnak keményen, mint kutyájok a sövényen innen és túl összeugat, s eszi mérgében a lyukat. De hogy a dologra térjek, emberemlékezet óta állott egy magas diófa díszeül a Pál kertjének. A szomszédban nyúlt egy ága, melyet Péter, minthogy róla a dió is odahulla, bölcsen eltűrt, le nem vága. Történt pedig egy vasárnap, hogy a fentért Fülemile épp a közös gajra üle, azt szemelvén ki oltárnak, honnan Istent jókor reggel magasztalja szép énekkel. Megköszönve a napot, melyre ím felvirradott, a sugárt és harmatot, a szellőt és illatot, a fát, melynek lombja zöld, a fészket, hol párja költ, az örömet, mely teli szívecskéjét elteli. Szóval, ami benne él, s mit körében lát, szemlél, azt a pompát, fényt és színt, mely dicsőség, semmi kétség, ő érte jött létre, csupán ő érette mind. El annyira, hogy Pál gazda, ki gyönyörrel ott hallgatta, így kiáltott örömében. Istenem, uram, beszépen fötyöl ez az én madaram. Kendé bizony az árnyéka, mert olyat mondok, hogy még a... Hangzik által a sövényen egy goromba szó keményen. Hát kié, pattogja Pál, mikor az én fámra szállt. De az én portámon zengett, hogy illetné a fügykendet? Pál nem hagyja, őtet úgyse, Péter ordít, ő meg úgyse. Többről többre, szóró szóra, majd szitokra, majd karóra, majd mogorván, átugorván örre mennek, hajba kapnak örömére a szent napnak, egymást ugyan vérbe fagyva, hanem a júst mégse hagyva. Pál azonban bosszút forral, és ahogy van, véres orral megy panaszra, bírót búsít, s melyet a vérszeny tanúsít, a bántalmat előadja, jogát úgymond ő nem hagyja, inkább fölmegy a királyig, térden csúszva, de a füttyöt, mely az ős diófáról jött, nem engedi, nem halálig. Nyomatékul egy tallért dob az igazság mérlegébe, mit a bíró csúsztata jobb oldalon lévő zsebébe.
Pétert sem hagy el pihenni a nagy ártatlan igazság, nem rest a bíróhoz menni, hogy panaszát meghallgassák. Így, úgy történt, elbeszéli, övé a fügy, ő azt véli. Nincs vármegye, ki elvegye, nincs törvény, nem lehet per, hisz ezt látja Isten ember. De hogy a beszédet össze annál jobb rendbe illesz-e, az ütlegből sokat elvesz, és a joghoz egy tallért tesz, mely is a bírói zsebben bal felül, a szív iránt meghúzódik a legszebben. Felderül-e a kívánt nap, mely a vitát eldöntse, hogy a fülemile pörben kinek szolgál a szerencse? Ám de a bírót most cserben hagyja minden tudománya, és ám bátor két prokátor minden könyvét összeánja, s minden írást széjjel túr is. Ilyen ügyről, madárfügyről mit sem tud a corpus juris. Még nem a bíró haraggal ráütvén a két zsebére, s rámutatván a két félre, törvényt mond e szavakkal a szegény fülemilére. Aja, kentek! Se ide nem, se oda nem fütyül a madárka, hanem jobb felőlütt. Nekem fütyül, bal felőlütt, s nekem fütyül. Elmehetnek. Milyen szép dolog, hogy márma nem történik. Ilyes lárma. Össze a szomszéd se zördül, a rokonság csupa jóság. Magyar ember fél a pörtül. Nincsen osztály, nincs egyesség, hogy szép szóval meg ne essék, a testvérek összeférnek, a fele barát, mind jó barát. Semmiségért megpörölni, vagy megenni, vagy megölni egymást korán sem akarja. De hol is akadna ügyvéd, ki a fülemüle füttyét mai napság felvállalja?